Sziasztok! Én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, ami az előző mintájára megint egy nyerőpárosos videó lesz. Természetesen megint itt van velem Sziasztok. Bence. És ebben a videóban alapvetően kire jellemzőbbet fogunk csinálni. TV-be ugyanazokat csinálják, amit YouTube-on csinálnak. Csak most ez nyerőpárosos, úgyhogy itt is van nálunk a két kártya. Nevek lehet, hogy el fognak kenődni, ugyanis nem fognak. Vigyázzunk szemceruzával van felírva, mert nem találtam fehér tollat, de halvány rózsaszín szemceruzán volt, úgyhogy ezzel oldottuk meg a problémát. Barbie megint ott van a kamera mögött, ő fogja nekünk olvasni a kérdéseket, és nem is hiszem, hogy többet magyarázni kellene róla. Kíváncsi vagyok, hogy miben fogunk egyetérteni, hát én és is. Miben nem. Úgy is nekem lesz igazam, úgyhogy kezdhetjük! Első kérdés, ki a rendetlenebb? Szuper, azt hittem, hogy te is úgy fogod, mint én. Bence, kicsit megijedtem, hogy mi? Igen, én rendszerető vagyok, Rebeka is, csak ő tud élni a káoszban. Miért? Mert egy zseni. Mindkettőnknek ez a véleménye. Következő kérdés. Ki dönti el, hogy milyen zene szóljon a kocsiban, amikor együtt vagytok? Mindig én döntöm el, hogy milyen zene szóljon. Rebeka annyira jó barátnő, hogy soha nem ad hangot neki. De nem értem, hogy hogy. Neked de... nem ad hangot neki. A legbelül valószínűleg meghal éppen, tehát az agya öngyilkosságot követel, de... Általában ez úgy szokott lenni, ezt mondtam már nektek egy hasonló videóban. A kedvencem, amikor hozzájuk megyünk Erdélybe, ez egy laza 7 órás út, és a 7 órás út elején, körülbelül a Budapest táblánál szoktam mondani, hogy szeretnék meghallgatni egy számot, és ezt egész úton nem sikerül végrehajtani, kivéve, hogyha elalszik a fiatalember, amire egyébként egészen nagy esély van. Olyankor mehet az én lejátszási listám. Egyébként, hogyha véletlenül egy olyan zenét választ, amit én szeretek, és szeretném énekelni, a kedvencem rám hangosítja a zenét. Pont addig, hogy semmi ne hallatszódjon belőlem, és... Hát azért ez nem igaz. És következőleg, hogyha kocsiba leszünk, esküszöm, hogy elkapom és neked. És retrózni is szoktunk. Van, amikor retro albumokat szeretnél, és akkor általában berakom nyugodtan a neked. Ja, akkor a kérdésre a helyes válasz az, hogy 5%-ban döntök én, 90%-ban. Pontosan. Melyikőtök főz jobban? Hát én jobban rendelek, az is számít. Rebeka szokott főzni, ő is főz jobban. Azért, mert? Ő főz. Mert te nem is tudsz. 5 éves tervben, hogy megtanuljak főzni, úgyhogy erre is sor fog kerülni. Éltek el? Mm-hmm. Igen. Ki tölt több időt a fürdőszobában? Mi? Mert? Hogy töltenék már több időt? Ha az lenne a kérdés, hogy kinek tart tovább elkészülni, az én vagyok, mert sminkelni szoktam. Amit nem a fürdőben teszek, maga a fürdőszobában töltött idő, az Bence. Ha azt mondod? Ha egy-egy olyan pillanatot nézünk, amikor nem tudom, 5 pakolást teszek a hajamra, és bőrradírozok, és nem tudom én micsoda, akkor igen, én vagyok tovább. De napi szinten Bence tölt több időt a fürdőben, ugyanis nála a fürdés kádban, forró vízben, TikTokkal való fürdés egy óránál kezdődik. És azért vigyorog és kuncog. Annyit bent szoktam lenni. Biztosan. Hát annyit veszek észre, hogy már kifele szédülök már, hogy meleg van bent, de ennyi. Ha látjátok egy kicsit belepirult, innen tudjátok, hogy igazam van. Na jó, hát nem vitatkozom el, lehet, hogy így van. Melyikőtök szeretne előbb gyereket? Nem tudom, igazából... Arról beszéltünk, hogy hányat szeretnénk, és igen, szeretnénk, de arról nem beszéltünk, hogy mikor szeretnénk. Mert nem aktuális. Ez nem teljesen igaz szerintem így, ugyanis a sorrend megvan, hogy mit, hogy szeretnénk, de az, hogy ezt mikor szeretnénk, ez nem. Annyi, hogy én azt már megjegyeztem, hogy nem szeretnék öreg anyuka lenni, de ezen kívül igazából nincsen konkrét... Ja. Semmi. Meg hát egy gyerek mellé most nem akarunk egyből még kettőt. Ez az új nézőknek jó lesz, hogyha jön valaki. Igen, van egy gyerekünk. Nekem van egy gyerekem. Igen, hát hozta az ezelőtti házasságából. De mi még nem vagyunk házasok, de azok leszünk. Szia. Hogy már benne, hát elhiszik. Látszik, hogy nem nézed a videóit, mert benne szoktam, hogy nézzek. Melyik őtök vezet jobban? Mit értesz jobb alatt? Most köpjem be a barátaidat. Mi van? Hát, amikor abátszalókon voltunk, akkor is megállapították, hogy jobban vezetek, mint te. De mi szerint állapították ezt meg? Aszerint, hogy a 2,5 órás úton egyszer se lettek rosszul, és komfortosan érezték magukat. De velem sem utaztak még
Úgyhogy honnan tudják, hogy ki vezet jobban? Bence egy kicsit impulzívan vezet. Hát igen. Ami nem azt jelenti, hogy gyorsan, ugyanis... Sportosan, ezt úgy mondják szépen. Impulzív. Ez nem ugyanaz. Ja. Hát oké, de ez nem azt jelenti itt a jó vezetést. Ha csak kapásból azt nézzük, hogy ki hányszor törte össze a kocsit, akkor megint én nyertem. Miért? Én hányszor jó, törtem össze? Jó, te kutyát ütöttél el, az más. De hát az meg nem az én hibám, szegény kutya, nem találtuk meg. Eszembe jutottad, megint egy hétig azon rágódom. 110-zel mentem, de hát egy olyan úton nem léptem át. Sebességkorlátot nem léptem túl, az a szerencsétlen kutya meg beszaladt, és nem lett volna baj, nem szalad vissza, tehát visszaszaladt a kocsi elé szegény. Nem találtuk meg. Kocsi elé meg leszakad. Nem szabad nevetni, de meg. Aj, szegény kutya, imádom a kutyákat, menjünk tovább. Na mindegy, erről majd csinálunk egy tesztet, hogy nem ki, tudom. Ki hogy üti el a kutyára? De nem arról! Beültetünk magunk mellé ötöt embert, és akkor az ötöt ember megszavazza, hogy ki vezet jobban. Ez zseni, ezt nagyon szeretném. Oké. Oké. És nem lehet lefizetni senkit semmivel lefinyelezni. Miért? Mondjátok, hogy én nektek adom a kocsit. Melyik ötöknek van több cipője? Gondolkozni kell tekintve, hogy cipőboltosok a szülei, úgyhogy nagyon sok úgy is számít, van. Mert akkor nekem több tehát, van. Tehát, hogy alapvetően egyébként Bencének... Igen. Bencének nagyon sok cipője van, de... Ötöt hord. De azért leverem még. Pedig azt hittem, hogy Bencének lesz. Egyébként szerintem ilyen nagyon plusz-minusz öt. Nagyon-nagyon neked közel. Ahhoz képest, hogy nő vagy, nincsen sok cipőd. Már hogy miket látok az interneten, hogy átlag embereknek annyi van. Mi? Ott hagytam még amúgy a felét. Ezt akartam mondani, hogy itt. Igen, az az igazság, hogy amiket nem szerettem annyira, vagy nem hordtam már annyit, azokat otthon hagytam, mert otthoni szekrényemben bőven jól el vannak. Ja. Melyikőtök kér előbb bocsánatot egy veszekedés után? Ezt azért nem tudjuk megválaszolni, mert veszekedni nem szoktunk. Mm. Vagy az egyik bántja meg a másikat, vagy a másikat. De csak egyszerre egymást bántogatjuk, és akkor valaki bocsánatot kér. Bántogatjuk. Nem, alapvetően, hogyha tényleg valamelyikünk megbántja a másikat, akkor nyilván aki megbántotta, az kér bocsánatot. De rám jellemzőbb, hogy bocsánatot kérek. De ez nem, nem, ez ilyen évi kétszer kell bocsánatot kérjek szerintem, de rám jellemzőbb. Én azt egyébként mondtam is az egyik videómban, hogy én nehezen kérek bocsánatot, tehát... De ha azt neki időt, bocsánatot kér. Igen, de szükségem van elég sok időre. Ó, a hajadat! Legyen barátnőd, azt mondták, jó lesz. Egyébként elmondanám nektek, hogy nagyon szeret a hajammal izélni, vedd lesz, nem tudom én mi. Ugyanúgy hullik a haja, csak az övé tized olyan rövid, mint az enyém, ment hosszú, értitek? És nem látszik annyira, de ugyanúgy hullik az övé is, úgyhogy... Melyik öltött a rosszabb beteg? Én. Nem szeretnétek kifejteni? Múlt héten... Múlt héten volt? Vagy mikor volt? Valamikor... Melyik? Kicsit, hallottam hírét. Kicsit rosszabbul voltam, és halál volt gyakorlatilag. Ja, Rebekával már a temetést szerveztük. Elhiszem. Konkrétan. Tehát... Pirítóst tettem, vajas pirítóst, az a beteg kajám, és teát ittam, akit érdekel. És a tipikus háztartási keks. Háztartási szex. Tudtam, hogy elmondod. Ez úgy, amikor legelőször hallottam ezt, mert Erdélyben ezt nem mondják viccből se, negyed óra sikítottam rajta. Igen, és utána még három napig emlegette, úgyhogy... Kivásárol többet a másik számlájára? Mikor vásárolok a te kártyádról? Ezt olyan módon mutattam így fel, hogy nem tudnám azt mutatni, hogy odaadom a kártyámat, hogy menj vásárolni, hanem hogy mikor kajálunk, legtöbbször én fizetek, meg én viszlek moziba, meg ilyenek. De csak ilyen módon tudtam. De igen. Úgy nem, nálunk nincs olyan, hogy odaadom úgy, a kártyám is. És... Hogy ki fizet többet, vagy kinek a kártyájával fizetünk többet, az Bence, de olyan nincsen, hogy sútyiba lenyúlom a kártyáját, és megyek online fordul. Shoppingolni, vagy nem tudom én micsoda. Vagy ha lenyúlom, akkor szólok neki, hogy valami miatt az ő kártyáját. Nem szoktam odaadni annyira a kártyáját, nem is kéred. Meg az Audit, hogy menőzzél. Nem szoktad odaadni. Csajokkal menőzetek az Audival. Az utolsó kérdés pedig az, hogy melyikőtök körülményesebb a videókat illetően, és most, hogy itt vagyok egész nap, Dezső Bence, az igazat mondtad. Ezt nem tudom, miért mondjátok, lehet én vagyok a hülye, de miért vagyok én körülményes? Jaj, ez fájhatott a nézőknek. Te ezt komolyan mondod? Nem, miért? Átöltöztem. Rám ne nézd. Az van, én elmondom nektek, hogy mi van. Nekem sokáig tart összekészülni egyszer, viszont utána én csak átöltözök, esetleg egy másik színű szájfényt teszek fel, és megvagyok. Bence?
az menet közben annyi mindent ki tud találni, hogy ti el se hiszitek. Mert én mindig a jobbra törekedek. Minden videó közt fogad most. Ötször választja ki, hogy mit vesz fel. A hajamat igazgatom, ugyebár. A haját igazgatja. Ami amúgy mindig úgy áll, szóval. Ha az egyik videóban így voltak a fények, a következő videóban az valamilyen nem lesz jó úgy. Vagy jó az autofókusz, vagy nem jó az autofókusz. Szerintem értettük. Nem kell tovább húzni. És ennyi lett volna az előbb mit csinált, mielőtt kezdtünk? Az én fejemre egy picit kérlek a fényt jobban rá fókuszáltatod, tehát kicsit valahogy ha tudod hozz közelem. Aha, sokkal jobb. Szuper. És azt a kábelt kérlek rakd a kis képernyő mögé. Itt, ezt a itt mikrofon a kábelt. A kábel köszönöm, ennyi. Nagyon szépen köszönöm. Azért álltam meg egy picit, mert akartam szólni, hogy szomjas vagyok. Abban sima víz van, vagy bubis? Bubis. Köszönöm. Elnézést, hogy megálltunk. Pasiból van, de nagyon cuki és nagyon szeretem, úgyhogy elnézzük neki. Rebecca. A legjobb. És hát ennyi lett az a videó. Úgyhogy ha tetszett nektek, akkor dobjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel Rebekkára, rám, gyertek át Instára, minden link a leírásban, nézzétek meg az én videómat is, ne adjátok ki ennek a videónak a másik fajtáját, abból is van egy egyes rész, és egy kettes rész. Nézzetek tévét, tanuljatok sokat, maradjatok otthon, vigyázzatok magatokra, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok! 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 Mindig ilyen kis csápos vagy. Sziasztok! Mehetek játszani?